úgy látszik, hogy nem ártott meg neked már Beján az a nagy adag édesség, amit megettél, mert ment a Videóton ellen, megkaptad a lehetőséget, hogy érzed, tudtál vele jól élni? Hát igen, megkaptam a lehetőséget, éltem a bizalommal, én úgy érzem, hogy az első 10 perc után, ugye akkor izgultam nagyon, aztán úgy érzem, hogy felvettem a meccsnek a ritmusát, segített ugye nekem is és a csapatnak is az, hogy viszonylag hamar megszereztük a vezetést, azért ez az első mérkőzésen egy nyugalmat ad a csapatnak, és így önbizalommal telve játszottam én is és a csapat is. Hány nappal, hány órával a mérkőzés előtt tudtad meg, hogy kezdő leszel? Hát a héten már úgy nézett ki, hogy kezdőként fogok pályára lépni, de biztosan csak a mérkőzés előtt tudtam meg közvetlenül. Számítottam rá, szóval nem lepett meg, de nagyon örültem már neki. A héten is úgy készültem, hogy úgy kell játszanom. Azért azt is észrevehetted, hogy a játékvezető, ha látja azért, hogy egy fiatalabb srác van a pályán, gyorsan odahajítja a sárgalapot, te is gyorsan megkaptad Kassai Viktortól. Meg is lepődtem, igazából a 30. másodperc környékén megkaptam. Én csodálkoztam azon is, hogy egyáltalán lefújta azt a szabálytalanságot, nem azon, hogy sárgát is adott rá. Ez egy kicsit rányomta a bélyegét arra, hogy milyen védekezési stílusban fogok játszani a mérkőzésen, hiszen már annyira nem tudtam olyan keményen és agresszívan odalépni az ellenfélnek, de úgy érzem, hogy jól megbírkoztam ezzel a kihívással. Visszafogtad magad egy kicsit, hogy nehogy beugorjon a piros? Hát igen, vissza kellett fogni, hiszen ugye a meccs hevében gyakran agresszívabban menjünk oda, mint talán kellene is. Én is ilyen stílusban szoktam játszani. Aztán hát fura volt így végigjátszani egy mérkőzést, de szerencsére sikerült lehozni. Volt, aki a pályáról irányított, segített? Persze, szerencsére olyan játékosokkal vagyok körbevéve, akik sok rutinnal rendelkeznek és segítenek. Van a belső védő, középpályáról, kapuból. Tehát próbáltam én is irányítani az előttem lévőeket, de sokat segítettek, akik mellettem és mögöttem játszottak. Pedig te ugye a baloldali védőként játszottál, jött veled szemben Négo, aki elég jó őszi idényt futott, de sikerült megakadályoznod azt, hogy gólt szerezzen. Igen, ő egy elég jó játékosnak tartom. Gyors, technikás, illetve az egy-egy elleni párocokban nagyon jó. Nehéz volt elne játszani, de felkészültünk belőle, és számítottam arra, hogy mikor mit fog csinálni. Nehéz volt, még egyszer mondom, de szerencsére sikerült megállítani. Hogy érzed, mennyire tudtad kivenni a részedet a támadásokból? Ugye a védekezésen nagyon sok erőm elment, azért is, mert ugye jött föl a jobb oldali szélsővédő a Négo személyében a támadásokkal, de ahogy tudtam, ugye mentem fölfelé is a támadásokkal. Most annyira ez, úgy érzem, hogy nem tudtam olyan sokat fölmenni, de talán majd a következő mérkőzésen többet tudok. Azért egy ilyen fél gólpassz belefért, amit Latifinek adtál, és abból lett ugyan, utána a gól, a Rabuli mikor betalált a harmadik alkalommal. Igen, akkor már a végén már eléggé elfáradtam, de éreztem, hogy abból lehet egy nagy lehetőségünk, és még egyszer fel tudtam érni oda 20 méter környékére. Ha megkapod a lehetőséged a Honvéd ellen, ott mire készülsz? Egy nagyon kemény mérkőzésre készülök. A Honvéd egy nagyon jó játékosokból álló csapat. Egész héten készülünk rájuk, hogy ugyanolyan eredményt érjünk el, mint a Videóton ellen. Számítasz arra, hogy lesz folytatás, hogy ott leszel a csapatban? Remélem, hogy ott leszek, de ezt ugye még nem tudom ilyenkor kijelenteni.